Természetesen énekeltem első pillanattól. Nem is tudom megmondani hány éves koromtól, és úgy énekeltem, hogy lehetőleg hallják. Ez nagyon érdekes volt, mert a kis erkélyünkre kiálltam, és ott énekeltem. És azt vártam, hogy remélem, akik arra járnak, meghallgatják. Szóval valamilyen ilyen fajta közlési vágy azért már volt bennem akkor is, mikor egészen kicsi voltam. És aztán olyan csodálatos élményeim születtek, mint járhattam a Kapisztrán kórusba, Margit körúti Ferences templomba. Ott elénekeltük a zenei irodalom összes nagy oratóriumát. Azt nem lehet elmondani, hogy mennyi kincset és mennyi élményt gyűjtöttem. A férjemet is ott gyűjtöttem be, mert ott ismertem meg, ő is ott énekelt. De aztán gimnáziumban a Katanics Mária tanárnővel, Szilágyi gimnáziumban másik fajta csoda. És hát egy nagy példakép is lett a Katanics Máriából, mert ő volt az, aki 4 gyereke mellett világhíretet szert, és kórust vezetett, és az élete egy szolgálat volt, és egy csodálatos minta. És akkor gondoltam, hogy hát, ha én is meg tudom tenni azt, hogy gyerekeket is szülök, és boldog családunk is lesz, és úgy mégis belekóstolhatunk nagyon ebbe a előadó művészetbe a kórusommal együtt. Hát valamelyest sikerült, mert 3 gyermekem és 8 unokám van, úgyhogy nagyon boldog család vagyunk, hála Istennek. Egyenöt éves a kórus idén. A kórusom kitalálta, hogy legyen egy nagyon szép emblémánk. És miután felvettük Claudio Monteverdi nevét, ezért gondoltuk, hogy az M betű. De hát én rögtön éreztem, hogy ez annál többet is jelent, mert akkor már édesanyja voltam, tehát a mamát is jelenti, és hát a magyarságunkat is, hogy magyarok vagyunk. Mindenki hordja koncerten, ez hozzánk tartozik. Járjunk, fürke, táncunk, fűzünk, szűzünk, rózsacsát, a Szederinca. Megasszonynak, vőlegének, hol itt is a közösségek, fokorinka. Tanárságomhoz mindig is az tartozott, hogy továbbadjam azt az én ismereteimet, amit akár népzenéről, akár pedig a klasszikus zeneirodalom kincseiről, nagy műveiről tudok. És amikor látom, hogy ők erre fogadóképesek, amikor megértenek valamit, és megszeretnek valamit, az egy végtelen közös öröm. De azt is látom, hogy ebből milyen sokan maradnak ki. Sokkal többen maradnak ki, mint akik részesülnek az örömben, pedig ettől mindenki kerekebb lenne. A mai világban is megnyugodhatna, felelkesülhetne, átélhetne gyönyörű dolgokat, megfogalmazhatatlan dolgokat. Nem lehet magyarázni nagyon a zenét. Megszerettetni lehet. Egészen különös sok-sok-sok-sok ajándékot kaptam valóban az Úristentől, minden tanáromtól. Olyan magyar tanárom volt, Krúdi Mária, Krúdi Gyula lánya, olyan Orbók Attiláné, nem tudom felsorolni, akkor a Zeneakadémián, akik tanítottak sorba, a nagyszerű tanszékvezetőm Szőnyi Erzsébet, akivel azóta tartjuk a kapcsolatot, és hát most olyan, mint a második édesanyám. Csodálatos ember. Tehát olyan emberileg is olyan sok csoda ajándék és minta, akik előttem voltak, hogy ezt nem is lehet felfogni, hogy mennyi szerencse, mennyire attól függ az ember élete, pályája, még a család élete is, hogy kiket lát maga mellett. Hát ehhez a szüleim is kellettek, ők is nagyon szerettek muzsikálni, édesapám gyönyörűen hegedült, könyvelő volt, tehát nem muzsikus, de nagyszerűen. Édesanyám is énekelt, utolsó pillanatig, amíg élt. Már nem tudott beszélni, és énekelt. Én nekem a Csitári hegyek alatt című népdal volt a kedvencem mindig is, és egyszer jött hozzánk Bárdos Lajos a próbára, mert az ő egyik művét énekeltük, és hát, énekeljenek maguk valamit nekem, csak úgy, olyan aranyos volt. És akkor összenéztünk, és elkezdtük minyálni a Csitárit, azt mondja, jól választottak. Ez a legszebb magyar népdal. Neki is ez volt a kedvence. Tényleg egy csodálatos, szép dallam. De hát egy zenésznek nem egy kedvence van, hanem sok ezer.
A dallam ív az, az valóban egy ilyen egyszál kisgyerek, az erkélyen csicsereg, és hát eljut odáig, hogy, hogy néha sok száz embernek muzsikálunk, szóval egészen fantasztikus, ilyen aranyszálak. Én úgy szoktam mondani, hogy befűzzük az egész világot, Európát. Jártunk mindenütt, és mindenütt barátokat találtunk, és mindenütt a muzsika, és az emberség, és a barátság, ami megmaradt. Tehát úgy összeszőttük a világot.